Üdvözletem! Itt az év utolsó Flaster műsora, méghozzá a szokásos év utolsó Flaster műsora vendégekkel. Lukács Csaba, lapigazgató. Jó estét, vagy jó napot, vagy nem tudom. Na, bármit, igen, és György Zsombor, főszerkesztő. Sziasztok, köszöntök mindenkit. Mert hogy ilyenkor egy kicsit így visszanézünk az esztendőre, mi történt velünk, hogy éltük meg, és a többi, és a többi, és a többi. De még mielőtt ezt megtennénk, azért van itt egy hír, amit nem írtam föl, de megjegyeztem, hogy a KSH elkészítette szintén az ilyen év összefoglaló kis kutatásait, számításait, és abból az derült ki, hogy a budapesti értelmiség az, ha jól emlékszem, kétszer annyi, vagy kétszer akkora arányban fogyaszt most már nagy mennyiségű alkoholt, mint korábban. Tehát, hogy budapesti értelmiség, mint 10 évvel ezelőtt, tehát, hogy a NER 10 éve alatt a fővárosi értelmiség az ezt a kádárista menekülő utat találta meg magának, mert ugye tényleg az volt régen is, hogy amikor ilyen, olyan rendszerrel találja magát szembe az ember, amit szíve szerint hát nem meg hogy változtatna, hanem kidobna a történelem szemétkukájába, de ezt nem tudja megtenni, és nincs semmilyen ráhatása az eseményekre, és már nem számít az, hogy ő mit tesz, se egyénként, se a közélet részeként, se a nyilvánosságban, akkor bizony hajlamos befelé fordulni. És ez egy elég szomorú párhuzam a két rendszer között, én azt gondolom. Már szerintem mindig is ittunk, vagy itt ivott a magyar. De most többet. Vagy többet val be, az is lehet. Nekem lenne egy harmadik szempontom is, és ezt lehet, hogy te jobban tudod. Tehát azért a kis falvakban gyakorlatilag megszűntek a kocsmák. Tehát amióta ezek a Kínából rendelt, nem tudom, különböző nevű varázsgombák, meg nem tudom én, dolgok olcsóbbak lettek, mint mondjuk a hosszú lépés adott esetben, vagy a kevert, lehet, hogy az alkoholfogyasztást a nagyon alacsony jövedelemmel rendelkező réteg lecserélte az ilyen egyéb tudatmódosító szerekre. Az biztos egyébként, hogy a fiatalok körében ezek a szintetikus minden ilyen pár száz forintos dolgok, ezek elképesztően tarolnak. Tehát aki jár vidéken, kis településeken, Ormásától Takta közig, ezek nagyon abszolút jelen vannak. És az is igaz szerintem is, hogy a kocsmák ugye bezártak, ez látható. Olyan faluson a szolárium működik, de kocsma már nem, tehát ilyen kicsit megfordultak ezek a dolgok, de hát szerintem, hogyha bezáll a kocsma, akkor az emberek még többet isznak. Csak az nem jelent meg a statisztikában. Hát ugye ez bevallás. Igen, mert a házi főtest, meg a nem tudom, nem az van, hogy a nagy alkoholforgalmazók statisztikájában, hát meg a bevallásban igen, sem. Igen, és lehet egyébként, hogy egy városi értelmiség inkább bevallja azt, hogy hát igen, megiszom azt az italmennyiséget, amiként ugye tegyük hozzá, hogy a rendszeres fogyasztó, vagy a úgynevezett nagyivó, ugye azért nem feltétlenül olyan mennyiség, amire mi azt mondjuk, hogy valóban nagy jó. Tehát itt ugye ilyen napi 3 egységnyi alkohol, tehát mondjuk a 3 sör vagy 3 pohár bor fölött ugye már nagy ivónak minősül az ember. És hát ha mondjuk én körbenézek a környezetemben, akkor azért igen nagy ivók vannak akkor. Ott, hogy nem tudom, mi a következő kategória. Nem csak, mert azokban a rétegekben ott valóban a statisztika nem mutat nagy jelentős változást. De engem egy kicsit azért az elgondolkodtatott, tényleg úgy tűnik, mintha, mert hogy duplájára nőtt is, az már azért statisztikailag is megfogható szám, hogy mintha egyfajta menekülő út lenne abból, hogy amikor belegondolsz abba, hogy basszus, itt minden, ez így maradt, hogy ez ilyen. Mert értelmiségiként kapott kötelességed az, hogy agyalj dolgokon, és akkor... Hát meg itt azért fölmerül a karantén időszak okozta ja, hatása is. Azt tudjuk, hogy például csokoládéfogyasztás is nőtt. Tehát, hogy amikor az ember beszorul a saját lakásába, és hát nem nagyon találkozik emberekkel, akkor lehet, hogy ez is egy menekülő út. Hogy... De egyébként meg ugye nagy bajban vagyunk itt mind a flasztadban, mind a kötött fogásban, mert ugye nem tudunk értelmes, fideszes vitapartnereket hívni, mert bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy ugye nem tudsz, nagyon kevés, sőt igazából már nincsen olyan fideszes vállalatlan, fideszes megmondó ember, aki amúgy nem a párt kötelező mantáját mondja föl, nem mondjuk azért önállam gondolkodik, egy-két kivétel van, aki mondjuk Záruk Péter, Farkas, meg Strapski Fruzsina, már most tudom, hogy azért kapni fogok, hogy ezt a két nevet mondtam, de talán ők még az a kategória, akikkel lehet beszélgetni, régebben még Bencsik Gábor is az volt. De mindesetre nagyon kevesen vannak, vagy ha vannak, el se jönnek, mert nem merik vállalni a következményeket, úgyhogy most éleszek egy picit ez a megmondó. Hát azért fogyaszt többet a városi értelmiség, mert sokkal jobban él az elmúlt 10 évben, mint annak előtte. Megengedheti magának, hogy minőségi borokat vásároljon, minőségi kézműves sörök jelentek meg a piacon, ezt megvesse. Korábban szegénység volt, és ezért ők nem ittak. Vagy nem? Ja, igen. Na jó van.
ezen mindenki gondolkodjon, hogy szilveszterkor, hogy mi is történik a magyar társadalomban. Pohár pezsgő mellett. Ja, vagy sok pohár pezsgő mellett, igen. Na, nézzünk vissza magunkra. Egyébként ezt nem komolyan gondoltam, teljes egészében. Ja, igen, ezt el kell mindig mondani, mert azt, akkor az, az irónia igen, az a legéletveszélyesebb fegyver, igen. És az a tuti, hogy tökre fogod szólni. Ezzel én nagyon-nagyon sokszor jártam rosszul, hogy egyszerűen nem. Amit azt gondolom, hogy átmegy, és nem működik. Semmi sem megy el. Ezért isznak a értelmiségek. Na, szóval nézzük vissza magunkra, mi történt velünk az elmúlt egy esztendőben. Egyrészt vagyunk. Igen. Azt szerintem az... Másrészt mondjuk kormányinfón nem vagyunk. Igen. Hát, meg kettős, mert vagyunk is, meg igen. Nem vagyunk is. Igen. És... Állami hirdetésekben sem vagyunk. Igen, igen. És én posztoltam erről is, hogy minket nem hívnak meg ezekre a kormányinfókra. És mindig ez a válasz, ez a doktor miniszterelnök, ott állt 3-4 órán keresztül is válaszolt az összes izékérdésre. Akkor milyen diktatúra, milyen sajtószabadság. Tehát az a baj, hogy alapvető fogalmak nincsenek meg össztársadalmilag. Tehát nekem ez a nagy problémám most már, és ezzel kéne valamit kezdeni. Nem a mi feladatunk egyébként, hogy ezzel kezdjünk valamit, tesszük a dolgunkat. Hogy miként tudsz egy társadalommal beszélgetni a bajokról úgy, hogy nincs betegségtudat, sőt, hogy valami az van, hogy itt minden a legnagyobb rendben. Amikor az, hogy te nem jutsz információkhoz újságíróként, mert nem válaszolnak, de tényleg kutyába se vesznek, tehát hogy ugye minisztériumoktól. Egyrészt már azt küzdelem, hogy megtalálni azt a e-mail címet, ahova egyáltalán el tudnád küldeni. Vannak olyan hivatalok, ahonnan le vannak tiltva a hang.hu-s e-mail címek. Tehát ugye eleve nem megy oda be a... Ha ne talán mégis áttörsz a blokkádon, akkor mondjuk lehet, hogy tényleg szóba se állnak veled. Ha ne talán szóba állnak veled, akkor kapsz egy teljesen semmit mondó választ. Ha esetleg sikerül valamiféle közérdekű adat igényléssel hozzájutni, akkor meg nem tudom, eltelik. 90 nap, ha jó esetben. Igen, és még azt meg is tudják hosszabbítani, amikor van, járvány van. Tehát, hogy... Nem, a járványkor van 45 plusz 45, tehát 90 nap, ami újságírói szempontból értelmezhetetlen, mert kiemlékszik ez a 3 hónap ezelőtti aktuális kérdésekre. Szóval, hogy az, hogy a nyilvánosság nem tud működni, mert a kormány azt akarja, és a Fidesz azt akarja, hogy nem működjön, hogy ez nem probléma. És akkor innentől kezdve... Mit tudsz mondani arról, hogy mi a helyzet a sajtószabadságban? Ugye egy konkrét példát hozzunk, a vadászati idézőjelben világkiállítás költségeivel kapcsolatos kérdésre majd ilyen 45 plusz 45 napos csúszásra válaszolnak, mert belevonták ezt is abba, hogy ugye nagyon hátráltatjuk a koronavírus elleni küzdelmet azzal, hogy ilyen kérdéseket teszünk fel. Most az kérdési 90 nap múlva mennyire lesz érdekes, biztos az lesz valamilyen szinten. Hát, még egyszer azt szinten. Kérdeztük meg, hogy mennyi jegybevételük volt. De ez a koronavírus elleni harc része. De egyébként, ahogy te is mondtad István, szerintem is ez a fő gond. Tehát azért a kisebbik része a problémának, hogy maga a rendszer hogy működik, mert a rendszerek vannak, amilyenek, azokat idővel meg lehet változtatni. Tényleg az a fő probléma, hogy és az emberek jelentős részét ez nem érdekli, sőt azt mondja, hogy minek akadékoskodsz. Tehát egyrészt ki vagy tiltva, nagyon helyes. Nem válaszolnak neked? Nagyon helyes. Érdeklődsz? Mit okoskodsz? Minek? Ez egy nagyon sikeres rendezvény volt, miért te mocskos áruló. Tehát nagyjából ezek a reakciók a társadalom nem egészen, de igen nagy része felől, és nyilván ez borzasztóan kiábrándító, de ezzel nap mint nap meg kell küzdeni. Ugyanakkor van, hála Istennek, annyi olvasó, aki eltart minket, tehát hogy lássuk az érme másik oldalát is. Most erre a műsorra készülve megnéztem, január közepén érjük el azt a pillanatot, amikor 2 millió értékesített magyar hangról beszélhetünk, ami az alatt a kevesebb mint 4 év alatt, amióta vagyunk, ez egy fantasztikus szám. Na, erre szokták azt mondani, hogy nő, és akkor miért beszélsz arra, hogy nincs sajtószabadság? Tessék, te is itt ülhetsz, elmondhatod, itt van az újság, innen. Hát azért, amiről egyébként szólt. Oké, csak nem tudjuk. Mert az a baj, hogy nem minket, igen, és nem minket újságírókat aláznak meg ezzel, hogy nem engednek be, nem válaszol, stb., hanem azt a 2 millió embert, aki pénzt adott azért, hogy ezt az információt elolvassa. Tehát, hogy azt nem fogják föl, hogy az olvasó tábort szívatják ezzel, akik adott esetben majd szavazni is fognak, vagy nem fognak szavazni, vagy nem rájuk fognak szavazni. A másik ilyen kedvenc érvem, hogy de lám-lám beengednek ellenzéki újságokat, akkor nézzetek magatokba, hogy akkor olyan kivel van a gond, ha másokat beengednek titeket, meg nem. Ugye azért nem vagyunk egyedül egyrészt azzal, akiket nem engednek be, mert azért vannak még páran, például a botrányok sorát feltartó Direkt 36 is ide tartozik. És aki mondjuk ilyet kommentel, hogy nézzetek magatokba, azt ugye azért biztatnám arra, hogy például a magyarfórum.info, illetve a
napi tévé, Braille Press, heti tévé, Braille Press. Mögött álló milliók. Igen, meg egyrészt mögöttük álló tömegeket, meg azoknak a kérdéseknek a minőségét mondjuk próbálja elemezni. Kifejezetten szórakoztató a maga néha, ugyan, a magyar fórum kérdés. Egyébként nagyon szórakoztató. És ugye az stand-up. A legviccesebb nekem ahhoz volt az idei kormányinfók sorában, amikor valamelyik laptársunktól a tudósító kolléga megkérdezte, hogy a Magyar Hang ezúttal miért nem lehet bent, és egyébként ezúttal is köszönjük az RTL Klubnak, a Telexnek, HVG-nek, azonnalinak, mindazoknak, akik ebben segítettek. Bevitték kérdéseinket, vagy rákérdeztek, hogy miért nem lehetünk ott, és az ott Gulyás Gergelynek a válasza, hogy hát egyrészt nincs annyi hely, másrészt meg ugye a médiumok méretétől is függ, hogy kit hogyan engednek be. Majd Szentkire Alexander megadta a szót a magyarforum.info-nak. Hát akkor azért itt kacagás volt a szerkesztőségben. Én egyszer voltam ilyen, amikor meg beengedtek, volt egy rövid periódus, amikor mehettünk, és akkor a Bodac kolléga nem ért rá, és én mentem, és természetesen minket kérdeztek utoljára, és akkor megköszöntem Gulyás úrnak, hogy a Kacsa magazin és a Horgász és Kötőtűk, vagy nem tudom, kézimunkás magazin után mi is kérdezhetünk, és nem is értette az iróniát, tehát hogy ő neki se tűnt föl, hogy mit akartam. Hát ez a probléma megoldódott. Egyet ezt, utána már nem kellett ilyen. Ezt szokták mindig kérdezni az olvasóink, hogy mi az oka ennek a megkülönböztetett szeretetnek, szerintetek? Hát az őszinte gyűlölet, ami ellenünk van. Igen, de miért? Nem az, hogy de igen, de miért? Mert ez az egész ország, leszámítva azt az által mindig emlegetett, szerintem nagyságrendileg 300 ezer valóban értelmes embert, nem feltétlenül értelmiségi, de értelmes embert, aki ezen túl van, és egyben még a közölettel is foglalkozik. Rajtuk kívül ugye van a teljes apatikus tömeg, aki sodorik, tényleg, és vannak a fanatikus, törzsi gondolkodású emberek, egyébként mind a két oldalon, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez csak a Fidesz sajátja, nyilván a legszélsőségesebb, meg legnagyobb tömegben ott fordul elő. És ami ebből a törzsi logikából kilóg, az elvetendő, utálandó, kirekesztendő. Tehát, hogyha nem vehet le, hogy minket az indulásunk után, a Magyar Nemzet megszüntetését követően, ugye próbáltak abba beszélíteni, hogy mi a Jobbik lapja vagyunk, a Magyar Nemzet a Jobbik lapja. Volt az is, igen. Ugye, és akkor aztán ez nem volt tartható ugye hosszú távon ez az álláspont, akkor lettünk minden, akkor Soros, meg voltunk már mi a Momentum lapja, de a Soros az mindig előjön, Soros hang, meg ilyen rendkívül jó poénok, de mindig legyél be tolva egy skatujával, legyen valami ruha, amit rád lehet húzni. Ugye hát ahogy a Telex az ugye mi, ez egy Soros blog, ugye ezt mondják rájuk a 444-re is, hogy Soros blog, mert hogy ezzel így le akarják őket ugye kicsinyíteni, kicsinyelni. Ez egy ilyen kis lefitymáló valami, rémesen visszataszító különben, meg abszolút nem elegáns, de ez megy. Nyilván most az elmúlt 4 év alatt azért odáig eljutottunk, hogy nem tudnak minket jobbikosozni, meg igazából sehova sem tenni, akkor legjobb, ha tudomást sem vesznek rólunk. Tehát, hogyha nem válaszolnak nekünk, nem engednek be, kész, nem létezik. És akkor azt gondolják, hogy ugye ezzel a súlyát valamennyire el lehet venni mondjuk egy közösségnek. Hát meg az árulás, ezt nagyon jól elmondták a méltán... hogy is mondjam, népszerű Echo TV-ben, amíg még létezett egy műsorban, hogy az árulókat azt le kell lőni. És az árulóknak nincs bocsánat. Tehát, hogy mi árulók vagyunk, és ezért van ez a történet. Igen, és ez jó, hogy visszaemlékeznek ezekre a kezdeti ügyekre. Valóban volt ilyen egyébként, hogy ugye ez elhangzott az Echo TV-ben, hogy háborús időben hogy, az árulókat hogy az lelőjük. Ilyeneket, mint mi, és akkor név szerint az ilyeneket leszokás lőni. Uh-huh. Ennyi, hát tudom, hogy ezekre azért emlékszünk. Mert hát ugye ilyen magyar köztársaság, magyarországi élet az egy permanens háború, tehát hogy valóban is már 12 esztendő folyamatosan harcolunk. Nekem is egyébként ez szokott eszembe jutni, hogy hát nekünk van közös múltunk, ami aztán megszakadt is, és ugye kétfelé ment a történet. Aztán, hogy ebben ki az áruló, hát az mindenki megítéli, mi nyilván úgy ítéljük meg, hogy nem mi árultuk el a polgári Magyarország ügyét. Az nagyon jól látszik a hirdetési stratégiájukban is, hogy néha, amikor már nagyon nagy baj van bizonyos ellenzéki újságoknak, akkor azért jut egy MOL hirdetés, vagy valamiféle ilyen kormányzati támogatás. Tehát az a látszatot meg kell őrizni, hogy Magyarországon sajtószabadság van, a víz fölött kell tartani bizonyos orgánumokat. És aki be van árazva, hogy ő ellenzéki, liberális, vagy baloldali, az tudja, hogy az a tábor, tehát ott nem fognak szavazókat veszíteni, őket életbe kell tartani, mert mégiscsak az Európai Unióban vagyunk, és lehessen azt mondani, hogy sajtószabadság van, meg virágozzék minden virág, de azokat, akik veszélyesek a táborra, mert adott esetben
erodálják, elcsábítanak, a gondolkodókban kételyeket ébresztenek, azokat le kell söpörni, mert az veszélyes. Még ilyen szempontból egy kicsit furcsa volt, nem a Klubrádiónak a sztoria, mert hogy előzetesen mindenki azt tippelte, hogy ugyanez egy régi háború, bár lehet, hogy pont ezt nem vettük figyelembe, mert ez a Klubrádió sztori. Túl régi háború volt, és túl mély sebek voltak. 11-12 környékén már dúlt. Meg most már azért a Fideszen az most már látszik, hogy már nem tesz gesztusokat. Tehát, hogy most már az van, hogy nincs értelme. Nincs értelme, igen. Meg a Klubrádiónak hiába szorították be Budapestre lényegében, most a netes adás nem számított, tehát már csak Budapesten lehetett fogni. És mindig hivatkoztunk is, hogy Budapesten legalább még egy adó van, amelyik egyértelműen kritikus a kormányzat, ugye most már egy sincs. De Budapesten volt hatása a Klubrádiónak. Tehát abban a szűk vonzás közöttben, ahol bejött a rádió, rengetegen hallgatták. És akkor talán még nem mondták ki annyira, mint most már igen, hogy Budapest az a Fidesz szempontjából nagyjából elveszett. A vidék az sokkal, ugye az egy teljesen más kérdés. De érdekes, hogy még most is van hatása, már Rákai Filip még most is betelefonál tisztázandó, hogy mit gondolt, amikor nem azt gondolta. Valószínűleg arra számítottak, hogy ezzel be is dől ez a rádió, ugye még a 18-as választás idején is ugye voltak ilyen elgondolások, próbálkozások, hogy akár a Simicska Birodalom egyes részei volt volt ugye a zenei rádió is, a Klassz FM, meg ugye a Lánchíd rádió volt ugye a beszélgetős, vagy hírrádió, hogy hú, hát hogy mi lesz, hogyha itt valami baj lesz, és akkor elhangzott sokszor ilyen házon belül, hogy hát akkor majd online megyünk tovább. Hát nem, tehát ez ugye akkor bedőlt, és valószínűleg erre számítottak, hogy jó online, majd próbálkoznak egy-két hét, egy-két hónap, majd a munkatársakat szépen elszipkázzuk ide-oda, mondjuk egy állellenzéki rádióhoz például. Hát ezért akkor csinálták. Igen. És akkor szépen majd be fog ez dőlni, össze fog omlani. Mostanában azt tapasztalták, hogy a támogatók, a hallgatók ugye adakoznak, a munkatársak jelentős része ott maradt, és megy tovább a műsor folyam. Tehát ők a maguk világában egy picit meg tudták ismételni azt a úgymond szamizdatolást, hogyha ez rádióban értelmezhető, amit végül is mi is csináltunk, és túlélték, és egyébként borzasztóan sikeresek. Amilyen szempontból meg egy örömhír, csak hát kinkeserves az egész. És hát tudom, hogy ma már a technológia ezt lehetővé teszi, hogy akár autóban vagy bárhol hallgass online-on, de hát azért mégiscsak nehezebb. Nem ugyanaz. Tehát persze. Azért nem ugyanazok, még mindig nem ugyanazok a rádiózási szokásaink, hogy beülsz a kocsiba, és akkor már online hallgat. Ez képest az én tapasztalatom meg az, hogy nekem van egy ilyen kis zsivány, huncut olasz autó, aminek nagyon sok hülyesége között. Az egyik hülyesége az, hogy ha kimegy Budapest közigazgatási területéről, elkezdi elveszíteni a rádiófrekvenciákat, és soha többet nem találja meg. Tehát, hogy én vidéken, hogyha... Lehet, hogy antennát kellene cserélje. Hát így élünk együtt. Ez ilyen. Nekem is vannak hülyeségeim, azt elnézi nekem, én nekem az övét. Hogy viszont a Karc FM az egyre több helyen és brutál hát, erővel. Igen. Hát ahol, amiket a Lánchíd rádió évek során ugye megkapott, felépített, azt mostanra ugye a Karc FM gyakorlatilag teljes mértékben átvette, lenyúlta. Azért kíváncsi lennék a hallgatottsági adatokra, hogy... De ez nem szempont. Hogy hát jó, azt ismerjük, hogy persze, ez soha nem volt szempont. Ez nem azért régen szempont volt. Én még emlékszem ilyen idők hajnal, ilyen 2010-11-12 környékén, hogy például, hogyha valami olyan jelent meg, ami kínos volt, azért mégiscsak lett belőle valamilyen botrányocska így a közmédiában is, meg volt valami belső következménye is a történeteknek, meg próbáltak reagálni rá, de az a gond, hogy tényleg az lett a tapasztalata a Fidesznek, hogy pont le van szarva minden is mindenki, hiszen a mieinket nem érdekli, pont leszarnak mindent és mindenkit. Itt van a Hatházi Ákosnak, láttátok a mai bejegyzését, hogy Pernyert az Origóval szemben. 5 éves ügy, amikor ugye nyomatták ezt az édesapjáról, meg róla ezt a... És a bíróság most már tényleg a legfelsőbb fokon azt állapította meg, hogy ez egy előre kitervelten, folytatólagosan elkövetett rágalomhadjárat volt. Ennek semmi köze nem volt az izéhez. És nincs szerző, az Origónál rendszeresen nincs szerző, semmi, és nem mondják meg a főszerkesztő, nem emlékszik, hogy ki volt a szerző. És mi a következmény? Igazából semmi. Hát 5 év után most érted. Hát már én magam is úgy kellett utána néznem, hogy melyik is volt ez pontosan, mert annyi a Hatházi annyit kapott már. De hogy az szerintem nagyon tanulságos, hogy tényleg a bíróság kimondta azt, hogy ez egy rágalomhadjárat volt, aminek az égvilágon semmi köze nem volt a valósághoz. Egyetlen egy célja volt földbe döngölni, rommá verni ezt a családot, és sárba tiporni a becsületüket. Uh-huh. És ezek után... Akkor, megmondja akkor, a vállát, akkor... kifizeti a 200.000 forintos perköltséget, vagy nem 400, tudom, 400.000. Hát ha egyáltalán kifizeti, mert ugye tudunk olyan... Ja, és nem hozták le, a helyreigazítást, az a legszebb benne. Ugye ilyen volt a Omanel kapcsán is, és aztán kapott ő személyesen, nem tudom, 30.000 forint bírságot főszerkesztő ki a lapkiadóként, mert nem tette eleget a bíróság felszólításának. Tehát igazából nincs súlya ezeknek, sajnos ezeknek az ítéleteknek, még ha a bíróság sok esetben korrektel is. Ilyen szempontból érdekes most egyébként a Varga Judit
fenyegetőzése, hogy beperel mindenkit. Kíváncsi vagyok, hogy neki akkor mennyit fognak megítélni az ördög ügyvédje és történetéért. Hát meg ugye érdekes, hogy Varga Judit ezzel beemelte a mainstream médiába a sztorit, mert ugye azért a mainstream médiának a jelentős része, egyébként mi is ehhez a körhöz tartozunk, ugye tudatosan nem foglalkoztunk ezzel az ügyel, mindaddig, ameddig ugye maga a miniszter meg nem szólalt, és egyébként sok olvasó ezt nem is érti, hogy hát de miért nem, hát ütni kell őket. Igen, csak ez nem ennyire egyszerű, mindenkelőtt jogilag nem egyszerű, mert persze ütni kell, csak ennek vannak jogi következményei, de mondjuk ezek etikai kérdéseket is ugye felvetnek. Tehát ameddig ugye itt nem korrupcióról van szó, mert nem bizonyított ügyekről van szó, addig ugye ezekben nem, szakmailag nem lehet egyszerűen beleállni. Van, aki ezt megtette, de onnantól kezdve a miniszter megszólal, onnantól kezdve ugye ez már híreztékkel bírt. Én nem néztem a kormánymédiát most ebben az ügyben, ők azért a megszólás után lehozták, vagy még akkor sem? Nem, támadják a családanyát, családanyai minőségében támadják, így ezt mondják. Igen. De egyébként érdekes ennek az ügynek kapcsán is megfigyelni, hogy a úgynevezett médiafogyasztási szokások miként alakulnak. Ez nyilván nem az elmúlt egy évnek a tapasztalata csupán, de az elmúlt egy év abszolút ezt igazolta, hogy miként vált a Facebook egy ilyen politikai dühöngővé. Ugye a fiataloknak egy jelentős része gyakorlatilag kivonult, vagy be se jött ugye a Facebooknak a világába, és ugye az ott a közéleti oldalakon megszólaló emberek, leginkább hogy idősebb emberek, milyen elképesztő csatákat vívnak úgy jelentős részben egyébként az adott cikkek elolvasása nélkül. Sőt, információk birtoklása. És ez borzasztó érdekes volt, és pont ez a Varga ügy olyan, hogy dacára annak, hogy a tömegmédiumokban első körben nem került be az információ, mégis mindenki erről beszélt. Mert hogy a Facebookon viszont hát ott elképesztő sebességgel terjednek ezek a hírek és álhírek. De egy területen megvalósult az a nemzeti konszenzus, a linkeket mindenki követeli. Tehát azért megnéznék a videó. Nem tudjuk, hogy videó. Hogy egyébként maga a Varga Judit jelenség egészen elképesztő és valahol elszomorító, hogy picit messzebbről indulom, hogy 2002-ben ugye én is ott voltam a Kossuth téren, meg sokan ott voltunk, ugye emlékeim szerint nem tudom, 2 millióan ugye. De tényleg ott volt egy olyan polgári közeg, amiben akkor az ember, hát régen volt már ez, úgy jól érezte magát. Tehát azt mondtad, hogy ezek jó arcú emberek, itt állad a szeretet, tényleg. Tehát, hogy azt éreztük. Nyilvánvalóan volt ebben egy nagyfokú elfogultság, én szerintem vitatom. De egy olyan közeg volt, ahol mindenki kedves volt, és tényleg jó arcok jöttek szembe, és hogy annyira nehéz elhinni, hogy aki akkor ott volt, és aki akkor a polgári Magyarország jelszóval mögé beállt, azok az emberek ma hogyan támogathatják ezt az egész rendszert még? Vagy azok az emberek, akik akkor ott voltak a piros-fehér-zöld zászlóval, ők most a Facebookon írják azt, hogy rohadjon ki a beled, vagy mi lett velük? Igen. Hol vannak? Egyrészt igen, de szerintem egy békemeneten pont ugyanezt érzik. És ugyanezt érzik, hogy jó arcú emberekkel vonultunk együtt, és csak ami a Varga Juditra vonatkozik ebből, ugye nála magamutogatóbb ember a világon nem nagyon létezik. Tehát az, hogy Varga Judit naponta feltesz 3 olyan fotót magáról, ami igazából irreleváns politikailag, tehát ezeknek csak a tizede olyan, hogy éppen aktívan csinál valamit, mondjuk tárgyal, vagy kezet fog valakivel, ez pózok. Megérkeztem Brüsszelbe, mint egy ilyen modell. Tehát abszolút visszaél azzal, hogy van a hirdetésekben mások által csinosnak mondott személyiség, és folyamatosan pakolja fel a fényképét, és látod azt, hogy a lájkolók, meg a hozzászólók között mennyi ismerős arc jön vissza, de tényleg egyetemi tanár, országosan ismert szívsebész professzor, olyan figurák, akik azt gondolt, hogy ők azért valakik, hogy ők azért nem mennek le arra szintre, hogy egy magamutogató Facebook fotó alá elkezdjenek ömlengő kommenteket írni. És mégis megteszik. Tehát, hogy mi történik ezekkel az emberekkel? A szervilizmus egészen új szintekre jutott Magyarországon. Tehát sokan azt gondolják, hogy így kell, és így lehet jó pontokat szerezni, és az egészben a döbbenetes, hogy valószínűleg így is van. Tehát, hogy nézd meg a Németh Szilárdos karácsonyi menüt, hogy gyakorlatilag nem mertem. Hányan adnak ajándékot egy közepes kategóriájú politikusnak karácsonyra. És ő nem érzi a problémát abban, hogy felsorolja, hogy ezeket az ételeket vagy alapanyagokat, ő ezt ajándékba kapja. Én régen a földes úrnak úgy viszik a tálcán nem tudom én, a tizedet, vagy a nem tudom. Igen. Az apró figyelmességet. Hát egyébként Tálai Andrástól, meg sok ilyen klasszikus, ilyen földes úr típusú politikustól lehet hallani, konkrétan a névnapján, a születésnapján, sorba állnak a háza előtt, vagy a műfáz előtt, ahol éppen beül a trónjára, és sorba állnak a helyi vállalkozók, vagy
valamilyen szinten érdekes, hogy fontos emberek, vagy akik akarnak valamit a térségben, és viszik a kis ajándékokat. Mm. Ez annyira szomorú. És ők már nem azért nem akarják őt leváltani, mert annyira hülye polgáriak, hülye fideszesek, hülye keresztények, hanem egyszerűen felépítettek egy világot, annyi borítékot, annyi viszkit, annyi nem tudom mi mindent adtak már neki az elmúlt 10x évben, hogy most egy tök új figurával elkezdeni elő az egészet, az már terves lenne. Egyébként ez egy fontos dolog, mert ez most így elmondva a neofeudális rendszernek volt a receptje tulajdonképpen, vagy működési elve, de igazából meg politikailag nagyon fontos, mert hogy az ellenzéknek valóban, hát sok minden egyéb mellett azt is kellene sugalnia ezeknek az embereknek, hogy ha te mondjuk sikeres vállalkozó vagy, kvázi saját lábadon állva egy adott régióban, akkor azért, mert váltás lesz, és más lesz a polgármester, vagy más lesz a... Nem lesz neked. De életed nem fog összeomlani, mert ezek a figurák, ezek a még nem is biztos, hogy rossz szándékú emberek, akik ilyenkor járulnak a... Nem, ők boldogulni akarnak, és ők azt mondták meg akarnak, az elmúlt, nem is 12, attól, az elmúlt nagyon mi, sok évben. Az ismeretlentől tartanak igen. Attól, hogy itt beállt a rendszer, most már ismerik a játékszabályokat, hogy nehogy az legyen, hogy felrúgnak mindent, és ott találjuk magunkat két cég között, pofára esve. Tehát, hogy ez egy, egyébként ez egy nagyon erős réteg a vidéki Magyarországon, akikről beszélsz, akik közben ott vannak ebben a feudális táplálkozási láncban, ahol, tehát nem túl magasan. Viszont hatásuk van lefelé. A közösségükben, a alkalmazottjaikra, a minden. És ez lehat. És ez a Fidesz ezzel a nem létező, vagy nem látható hálózattal, ez egy nem látható hálózat, ez nem olyan, mint a ilyen-olyan aktivisták meg a támogatók, hanem ez úgy van és működik. Ez teljesen beszűtte az országon. Hát igen, de biztonságérzetet és ideális esetben kenyeret ad az, hogy te jobban vagy a megfelelő emberrel. Igen. És a Fidesz pontosan tudja, hogy ez pszichológiailag lejjebb folyamat, hogy a biztonság és a idézőben jól lakottság, ugye a két alapvető tényező, aminek meg kell lennie. És ugye ezt a két érzetet a Fidesz az elmúlt 12 évben biztosította, még akkor is, hogyha egyébként teljesen fiktív hátterű félelemvilágot épített fel. Az mindegy, de ahhoz képest, ahhoz a félelem csomaghoz képest, amit ő így bedobott a közös tudásunkba, ahhoz képest ő ad egy biztonságérzetet. Tehát ez a maga módján egyébként zseniesen csinálta, tehát ebben egy nagyon komoly stratégia van, de végtelen aljas módszer volt a társadalom. Viszont nem kéne akkor lassan elengedni ezt a polgári Magyarország dolgot? Nem tudom. Erről már rég tudjuk, hogy ez egy politikai termék. De nekik igen, de hogy igen. Az ember így hisz benne, bízik benne, hát hisz benne. Nem Magyarországnak hívják, de hogy a polgárság működik, hát azért... De itt élünk is, valószínűleg itt is fogunk élni, hogy akkor nem biztos, hogy nem kéne szembenézni azzal, hogy ez nem fog összejönni. Lehet kompországot tolani egy kicsit nyugat felé, de nem fog kikötni soha ott. Tehát lehet, hogy valami szerényebb eredménnyel kell beérnünk, hogyha már valamelyen sikerül visszaszorítani ezt a neofeudális lószart, akkor már az is kapjunk valami. Mi is egy adag halászlevet a vidéki földes úr karácsonyi vacsorájából. Azt megfőzzük mi magunknak szerintem sokkal jobban. Ja. Mert a polgár mi? A polgár, aki önmagáért, a cselekedeteiért, a döntéseiért, mindenért felelősséget vállal. És másokért is. Másokért is, ráadásul közösségért is, és önerőből valósítja meg magát, és önerőből építi fel azt, amit felépít. Tehát ez gyakorlatilag az egyik a koordináta rendszernek ezen a végén van, a másik meg azon a végén. Tehát hogy én nem tudom, hogy ebből innen el lehet-e jutni oda. Hát ez most egy jó pesszimistába kezdünk. Jó, de egyébként szerintem nem annyira pesszimista, mert ameddig megvan ez a nem óriási, de mégiscsak tömeg, ez a pár százezer ember, aki ebben hisz, és ez szerint éli az életét, és próbál tisztességesen boldogulni, és még nem ment el Londonba mosogatni, addig ezt csinálni kell. Tehát lehet jelni egy olyan pont, amikor mindenki azt mondta, hogy kész, feladtam el. Én nem azt mondtam, hogy nem kell csinálni, csak hogy nem biztos, hogy, hogy el kell fogadni azt, hogy mi nem leszünk skandináv demokrácia. Nem leszünk skandináv típusú társadalom. 300 év múlva lehet, csak vacsolni kell a füvet, ugye van ez a mondás. És ha ez a beszélgetés eljut a Fidesz táborába, vagy azokhoz a szavazókhoz, akik a Fidesz támogatják, akkor azt fogják mondani, hogy nem is akarunk mi Skandinávia lenni. Hát ott a négerek is, hogy tehát érted? Hogy akkor mi a cél? Akkor mi az, amit el tudunk mi érni egyáltalán? Egyébként szerintem pont ez a politikai cél, hogy mindent relativizálni kell,
mert akkor, tehát én ezt Észak-Koreában láttam ezt a gondolkodást, hogy lehet, hogy nagyon szar, de máshol még szarabb. És akkor ez egy túlélést ad, túléléshez ad biztosítékot. Meg a biztonság, ugye? Igen. Nyugat-Európában mi nincsen biztonság, itt mi van? Biztonság. Nincs. Télen megfagyunk, meg nincs kaja, de legalább nincs hajléktalanok a tele az utca, nem drogoznak a fiatalok, nem lövik egymást halomra, mint Chicagóban. Ez konkrétan egy éjszakkor egy csávó mondta nekem. Ja, hát igen, de most az itteni viszonylatban most... Tulajdonképpen majdnem olyan, mint hogyha, igen. Jó, de a legtöbb, főleg ugye most tudom veszélyesen neked mondani, de a kis településen M1-et néző százezrek valóban azt gondolják, hogy Budapest az nagyjából már ilyen. A bűnös város, és hogyha a migránsokat beengedjek, akkor beköltöznek a Sufniba nála. Akkor az övé faluja is ilyen. Igen. Ez brutál egyébként egy M1 híradót végignézni. És ráadásul most már iszonyú hosszú, több mint egy óra. Hát meg gyakorlatilag egész nap ez megy. És elképesztő tényleg így végignézni. Néha ugye a azohizmusból. Nem, a fiam ezzel szívott, és akkor nézzük. De, hát, hogy, de tanulságos, csak nagyon hamar elborul, tehát kiborulok idő után. Tehát amikor úgy nézel egy híradót, ami ráadásul a közszolgált híradó lenne, ráadásul nekem ugye egykori kollégáim adják hozzá nevüket, arcukat, és ezek tolják, mert akkor sem voltak jó fejek igazából, hogy úgy nézel egy híradót, hogy mondatonként tudod, hogy ez hazugság, ez nem úgy van, ez csúsztatás, ez megint hazugság, ez egyszerűen aljasság. Az nagyon kemény tényleg. Úgyhogy nem ajánlom az M1 híradót. Ilyenkor kell inni. Tehát ezért iszik a budapesti értelmiség. Miért nem bontottátok fel? Nagyon jó egyébként az a trükk, amit alkalmaznak, ugye, hogy mégsem lehet azért eszkatedra kijelentéseket tenni, minősíteni a közmédiában, elvben. Ezért egy csomó hír ugye úgy épül fel, mint Karácsony Gergely ismét bizonyította teljes alkalmatlanságát. Mondta Deák Dániel a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Tehát, hogy tehát szépen így beépül a tudatba a gondolat, aztán az megy mellékes, hogy ezt most nem így mi jelentjük ki, persze, nem valaki mondta. Hát erre vannak ők ugye tartva, hogy ők viszont kijelenthetnek ilyeneket. Most abba gondoljatok bele, hogy olyan szituációba kerültem, hogy egy kicsit utána kellett néznem a közmédiás sztoriknak, meg hogy egyáltalán... Na mindegy, hogy abba gondoljatok bele, hogy simán előfordulhat az a helyzet, hogy ha jön a kormányváltás, és összeáll az ellenzéki koalíció, és megalakítják a kormányt, és elkezd működni az ellenzéki kormány, illetve akkor már nem ellenzéki kormány, a közmédia tökéletesen ugyanígy marad. Csak előjelet vált? Nem. Következő a helyzet. Az NMHH elnöke válthatja le, vagy nevezheti ki a közmédia vezetőit. Az NMHH elnökét most nevezték ki 9 esztendőre, kétharmaddal bebetonozva. Ugye a médiatörvény az kétharmados. Tehát a közmédia vezetőjéhez az NMHH elnöké tud úgymond hozzányúlni, rajta kívül senki. Ráadásul évvégén, egy-két hónappal ezelőtt, alig szúrta ki valaki, szerintem senki. Belerakták egy salát a törvénybe, hogy a közmédia költségvetése 93 milliárd forint kell, hogy legyen mindig. Hogy az a minimum több lehet, kevesebb nem lehet. Ha ezt a kettőt összerakod, abból az jön ki, hogy simán elképzelhető, hogy van egy Márki-Zay Péter vezette ellenzéki kabinet, és a magyar közmédiában ugyanez történik, mint most, ugyanezekkel a Bende Balázsokkal, ugyanezekkel a Pitbullokkal, ugyanezekkel a Deák Dánielekkel, ugyanezekkel a műsorokkal. Azt képzeld már el, hogy az milyen. Elképzelhető. És azt képzeld el, mit mond erre, bocsánat, az ellenzéki választó, akinek az egy tök mindegy, mit gondolunk a közmédiáról, mekkora az elérésed, de ott van a kirakatban, az egy ilyen fontos... Nem szabad lebecsülni akármilyen. Mit fog mondani az ellenzéki választó, aki azt mondta, hogy azt ígértétek, hogy majd így új elszámoltatás, és oda kapcsol, és még mindig ugyanez a... De akkor neki megy és felgyújtja. De én azt gondolom egyébként, lehet, hogy naív vagyok, de ezek az emberek nem bátrak. De azt tudjuk, amelyik pillanatban itt megérzik az idők, új szeleit, olyan szintű, tehát ugyanez a propaganda fog menni, ellenkező előjellel, mert azonnal igazodnak és átállnak. De nem kell igazodni. Érteni nem fogják leváltani őket. Megvan a pénz. Érteni fognak a szóból. Emlékszünk, amikor a Fidesz elveszítette 2002-ben a választást, a közmédiának a két akkori vezetője, a hírigazgató és az elnök azonnal fölvette a 32 milliós végkielégítést és távoztak? Igen. Másnap gyakorlatilag, vagy napokon belül. Igen, de ők nem voltak bebetonozva. Tehát őket így lehetett volna kipicsázni. Értem, de van az a pénz. Na, csak mondom, hogy most, hogy így utána olvasgattam, kiderült az, hogy hoppá. Fogalmam nincs egyébként, hogy ugye most megjelentek az ellenzéknek az ilyen-olyan programjai, vagy elkezdték bemutatni őket,
hogy elképzelésem nincs, hogy akkor a gazdaság és a közélet egyéb területein, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeni. Ha így bebetonozták sikeresen a fizikailag az információ nem jut el, ezt sokszor el szoktuk mondani ebben a körben és máshol is, hogy hiába hivatkozik arra folyamatosan a kormányzati megmondó gépezet, hogy gyakorlatilag mindenhol ott az internet, és az interneten minden megjelenik, ami részben lehet, hogy igaz, de egyszerűen ez egy óriási hazugság, amikor azt állítják, hogy az ország nagy része, közel 100%-a tudatosan internet használó és interneten hírfogyasztó. Nem az. És a vidéki lakosság, ez most nem semmifajta minősítés, ez a kutatási eredmények. A községekben élőknek a döntő többsége még mindig a televíziót nevezi meg az elsőleges hírforrásnak. Aki híreket fogyaszt, az 90-95%-ban 55-60 év fölött a televízióból informálódik, illetve valamilyen kisebb részben a rádióból. Televíziót, rádiót... Vagy a megyei lapokban. De ezek a döntőek. Uh-huh. És amikor megkérdezték, ugye ez egy nem a régi, talán idei kutatás, nagymintás kutatás, hogy nevezzem meg online hírportálokat, akkor azt mondta, hogy Origo és Index. Tehát még hogyha tud is megnevezni ilyet, akkor nagyjából ez a kettő az, ami még ott van a tudati szinten. És ennyi. Tehát erre azt mondani, hogy adott a lehetőség, és társadalmilag biztosított a tájékozódás lehetősége, ez egy hazugság. És ez egyébként valószínűleg a világ számos országában így van, erre találták ki a közszolgálati médiát. A Kossuth Rádiót például Magyarországon, amit még mindig több százezren hallgatnak reggel. Az M1-et nem nézik ennyien egyszerre, de hogy egész nap ez megy, 0-24-ben ez megy gyakorlatilag, ezért nem szabad lebecsülni ennek a hatását. Hát meg minden sportesemény szünetében nem tudsz olyan gyorsan elkapcsolni, hogy ne kapjál az arcodba egy perc migrást. Nem is becsülöm el, csak azt gondolom, hogy simán előfordulhat ez a forgatókönyv, amit az előbb mondtam, hogy minden marad a régiben, bármilyen kormány is legyen. És erről meg azt gondolom, hogy persze ott van az internet, de meglehetősen fárasztó tevékenység, hogyha van egy hír, akkor neked el kell kezdened utána nézni, hogy a hír állampolgárként. Utána nézni, hogy oké, ezt most ők írták meg, ugye az egyik oldal, tök mindegy most melyik. El kell kezdened megnézni, hogy akkor milyen reakciók jelennek meg, hogy hát erre az embereknek nincs ideje, és nem is kell, hogy ezzel törpölődjenek. Nem pont része az életének. Nem része az életének. Tehát, hogyha ez így lesz, ahogy te mondod, tegyük föl, hogy kormányváltás lesz, és most akkor induljunk ki ebből, hogy lesz. És ez így marad, ahogy te mondod, akkor viszont valamilyen eszköz ki kell találni arra, hogy az információ eljusson. Mert az információ nem jut el, akkor az új kormány, ha nincs kétharmada, tényleg fél év alatt beleáll a betonba. Mert csak azt fogja szajkózni a fél ország, amit az M1-en és a Kossuth Rádióban, plusz Hír TV, TV2, megyei lapok, stb. Szajkóz. És az online térben lehet fejleszteni, lehet újabb és újabb hírportálokat létrehozni, meg YouTube-ra műsorokat gyártani, mondom ezt itt. Ez tök jó, erre szükség van. De van egy óriási politikailag amúgy aktív réteg, akiket ezzel egyszerűen nem érsz el. És mert a televíziód nem lesz, mert nincs rá se pénz, se technikai lehetőség, rádió nem lesz, mert úgysem kapsz frekvenciát, egyébként borzasztó fontos lenne, de úgysem, tehát fizikailag nem jutsz hozzá, hogy csinálni tud. Bármilyen avittasan hangzik 2022-ben lassan, egyedül a papír, a nyomtatott sajtó az, amit el tudsz juttatni fizikailag Jolán nénihez, most bocsánat, tényleg nem lebecsülve, de ahhoz a Jolán nénihez, aki amúgy semmilyen más hírforráshoz nem jut hozzá. Egyébként szerintem az ellenzék pont ezért kínlódik ezzel a kétharmados vagy a feles alkotmányozás történettel, mert valószínűleg amikor elkezdtek előre gondolkodni, ilyen sztorikkal találták magukat szembe, hogy feles többséggel nem tudsz hozzányúlni nagy rendszerekhez, és akkor mit csinálsz? Tehát akkor hogy változtatod meg? Tehát valószínűleg ez az alapja. Az egy másik sztori, hogy most mit gondolunk a feles alkotmányozásról, de hogy azért végtelenül aljas nem az a rendszer, ami nem arra... Nagyon jó ki van találva, ez kétségében. Ami nem arra használta a hatalmát, hogy jobbá tegye a dolgokat, hanem arra használta a hatalmát, hogy semmiképpen ne legyen változás, még akkor se, hogyha kormányváltás van. Hát gyakorlatilag itt van a demokráciának a vége. Tehát egy olyan kormány, amit megválaszt a nép demokratikusan, és nem tud kormányozni, mert olyan rendszert hagytak rá, akkor nincs demokrácia, akárhogy is nézzük. Nem véletlenül gondolkodnak sokan abban, vagy hangoztatják azt, én ebben nem foglalok állást, szerintem nekünk újságíróként nem is szabad állást foglalunk, de ez így egy létező narratíva, ellenzéki narratíva, hogy lehet, hogy nem is lenne akkora baj, ha kis többséggel újra tudna nyerni a Fidesz, Isten ment csak kétharmaddal, de kis többséggel,
és mindaz, amit itt összeraktak, összetákoltak, ez az egész rendszer most az elszállt hiánnyal, államadósággal, mindennel együtt, ez boruljon a nyakukba. Tehát, hogy Orbán Viktornak nem elveszítenie kell pár százalékkal a választást, és majd valamilyen ellenzék nyer picivel, és akkor lesz három képviselő, vagy nem tudom, hanem ennek a rendszernek meg kell nagyon durván buknia, az, hogy itt érdemi változás történjen. Ez egy létező narratíva egyébként gondolkodó ellenzéki körökben. Csak mitől lenne ez, de miért gondoljuk azt, hogy nem tudnák eladni? Előbb-utóbb ezek a... Ezek azt mondanák, hogy a polgári eszmény az öngondoskodás. Tessék menni a izébe, a magánkórházba. Jó, hát azért volt itt vízidíjas népszavazás, meg azért sok minden emlékszünk. Jó, rég volt, igen, de hogyha nem történik valamilyen gazdasági csoda, és például Orbán Viktorral történnek csodák, de tegyük, hogy nem történik ezúttal valamilyen gazdasági csoda, akkor az emberek 22-től, a tavaszától a saját bőrükön fogják érezni azt, hogy a gazdaság mennyire ki van húzva, feszítve a végletekig. Tehát nagyon jó dolog a rezsicsökkentés, minden nagyon jó dolog, meg be lehet fogyasztani üzemanyagárakat, hát ezek a költségek még halmozolnak és keletkeznek. Előbb-utóbb ezt ki kell fizetni, és hogy az ellenzék most, és én mondom, nem állásfoglalok, Isten mentse valaki azt mondja, én ezt támogatom, erről van szó, de ez egy elmélet, hogy az ellenzék nyer picivel, majd májustól mondjuk, ez az egész a nyakába zuhan, akkor azt mondják mondani, hogy tessék, hát ezek nem tudnak kormányozni, visszatért a Gyurcsány korszak, ezek alkalmatlanok. Márpedig valakinek, vagy Orbán Viktornak, vagy Márki-Zay Péternek a nyakába fog ez az egész borulni. Hát persze. Persze, csak közben a másik serpenyő másik oldalában meg részén ott van az, hogy ha bukik a NER, azt nem tudhatjuk, hogy NER-en belül milyen folyamatokat fog elindítani. Egyrészt meg a lavina elindul, és akkor de ez a rendszer arra van kitalálva, hogy közpénzből zsírozzák. És ha ez a zsírozás megszűnik, akkor ott nagyon, nagyon gyorsan akadnak a kerekek. Adott esetben. Igen, mert gondoljuk, hogy az oligarchák majd mindent lelkesen finanszíroznak, amit eddig. A jó, nagyon könnyű megszokni, és egyszerűen finanszírozási igény van. És ha azt kihúzod, akkor ott baj van. Aki politikusként a mai napig ebben benne van, köztük rengeteg fiatallal, ők viszont hisznek benne, vagy legalábbis annyira gyűlölik mindazt, ami nem ők, hogy ott én nem számítok arra, hogy komoly szivárgások lennének. Tehát ez a rendszer összezárt azért. Aki ezzel nem értett egyet, vagy kritikus volt, azoknak a jelentős része azért már így kikopott a rendszerből. Lehetne itt most ugye sorolni neveket korábban, mondjuk államtitkári, akár miniszteri szintől, akik teljes mértékben eltávolodtak a Fidesztől, holott egyébként a közéletben aktív figurák előfizetőink között is vannak ilyenek. De nem is a pártagokra gondoltam, hanem így a többedet körös nerekre. A hátországra, meg az a hátországra, igen. Tehát a fene se tudja, hogy mit hozni. Egymásra fognak harcolni, én is azt gondolom, hogy ha a kont kevesebb lesz. Nem lehet tudni, de benne van a pakliban. És azért, hogyha megrecsen a NER úgy, hogy izgalmatlan vagyont elvittek ám. Tehát azzal mindig számolni kell, hogy a Rogán művek az folyamatosan dolgozott, gyakran láthatatlanul. És itt azért ezermilliárdos nagyságrendbe vittek ki pénzt. Az a pénz is azért valahol megvan, tehát nem a Seychelles-szigetek meg a Kajmán-szigetek gazdaságát erősíti, hanem ott van valahol. Oké. Okay, meg Svájcban. Azért igen, a Kósa-sztori is egy bonyolultabb történet annál, mint ahogy csak úgy kacagunk ugye a kis híreken. Igen, csak a új kabinet, kvázi valamennyire új szisztéma, új rendszer, mégiscsak új emberekkel kell majd együttműködnie ezeknek a vállalkozóknak, nem tudom. Nem tudom, csak mindenki nagyon hisz ebbe a bebetonozott NER-be, és én is azt gondolom, hogy azért brutál erős. Én már láttam egész, fene se tudja. Tehát egész közelről láttam egy rendszert néhány nap alatt úgy megomlani, hogy előtte két héttel még mindenki azt gondolta, hogy még a világ fog tartani. Ceausescu Romániája, tehát hogy... És két hét alatt a rendszer megfeküdt. Igen, minden esetre... akármennyire átkoznak is engem ezért sokan, hogy ilyeneket mondok. Én sajnos, ezt így kár volt mondanom, nem érzem azt. Azért mondom, hogy sajnos, mert egyébként tényleg egy, ahogy a Csintalan szoktam mondani, egy demokratikus pofon, tehát 12 év után... Tehát egy kis megtisztulás nyilván mindig jót tesz a rendszereknek, de ugye nem érzem azt az elképesztő kormányváltó hangulatot. Sőt, én megdöbbenve látom azt távolabbi ismerősökön, és mondom, értelmes embereken, akik korábban kritikusok voltak, hogy sodornak a Fidesz felé, tehát olyan mennyiségben kapják napi szinten a propagandától a mantrát, és annyira egyébként szerencsétlennek látják, sajnos nem ok nélkül az ellenzéknek a működését,
hogy sodródnak a Fidesz felé. Tehát én nem érzem azt, hogy itt tömegek akarnak elkerülni. Hát, igen, ha így lenne, akkor nem 1500-an mentek volna ki október 23-án a sikeres előválasztás után. Jó, az tényleg vacak volt, de én magam is ott voltam, ugye, de hogy, és én magam is írtam róla, hogy milyen, akkor, jaj, akkor lettünk a Momentum. A Dévén István a Momentum újságírója is azt mondta, hogy kenitek. Hogy megint csak azt tudom mondani, hogy amikor a Fidesz ekkora tékozlásban, ekkora osztogatásban, ekkora ígérgetésben van, ekkora propaganda van mögötte, ilyen múlt, ennyire átformálták a társadalmat, és itt van ez a icipicit nyominger, vagy nagyon nyominger ellenzéki összefogás, ami per pillanat ugye a közös kampány helyett még épp saját magát rúdossa ilyen belső, kisebb-nagyobb belső harcokban, és mégis nagyjából egyforma erőként mérik őket. Tehát én ebben azért azt látok valamiféle perspektívát az ellenzék szempontjából. A hatalom elfáradt, tehát az 12 év hosszú idő, és hát a gazdasági helyzet sem segít nekik. Tehát aki elmegy most egy karácsony, vagy volt egy karácsonyi nagy bevásárláson, az azért elgondolkodott az árakon nagy valószínűséggel. Tehát hogyha egy komolyabb bevásárlást csinálsz, az egy 50-es alsó hangon. Tehát, hogy Orbán Viktornak sokáig óriási szerencséje volt, ez a szerencse most elpárologni látszik. És kérdés az, hogy ez mire elég. Nem az ellenzék ügyessége fogja hozni nekik a győzelmet, hogyha hozni fogja, hanem az, hogy itt azért radikálisan megváltozott a világ. Igen, itt a ilyen erkölcsi ügyek, korrupció, ilyesmi, ez nem, sajnos ennek nincs hatása. Azért emlékszünk még 2006-ra, az összödi beszéd kiszivárgása óriási botrányt okozott, és akkor volt még egy tömeg, amelyik lelkesen ment, és tüntetett, stb., ami egyébként valószínűleg ma már nem történne meg abban a formában, de azért a Gyurcsányék elképesztő népszerűségvesztése nem azért lett, mert kiszivárgott az összödi beszéd, és kiderült, hogy hazudtak reggel délben meg este. Nem azért, mert jött egy gazdasági válság, és rosszabb lett az élet Magyarországon. Tehát sajnos ezt látni kell, hogy ez így működik. Minden esetre Matolcsi György azt prognosztizálta, hogy a idei, hát nem gyenge infláció, az jövőre minimum. És pont az élelmiszer és a többi, tehát pont a fájdalmas. Igen, viszont a választási ugye az, hogy jön a plusz nyugdíj, amit nyilván nem sajnál senki az átlag embertől, viszont a költségvetést azért borzasztóan terheli. Tehát ez pont tavaszig ugye azt az érzetet kelti, hogy ezzel nagyjából el vagyunk valahogy. Hát ezért is lesz, igen. Nyilván. Miközben meg ezzel nagy vitáim voltak az én fideszes köreimben, volt köreimben, vagy köreimmel, meg hát nyilván itt se lesz túl népszerű, de azt szerintem annál felelőtlenebb dolgot, amikor nincs teljesítmény, társadalmi, meg egyéni teljesítmény a valami mögött, és mégis puff, odaadjuk a jutalmát, mondjuk az SZIA visszatérítés, az baromi felelőtlen. Baromi felelőtlen. Tehát, és az minden csak nem polgári. Tehát ez, amit a... És erre mi a válasz? Családellenes vagy, nem értékeled az anyákat. Igen, pontosan. Nőgyűlölő vagy, tehát minden, egy is kész. Minden, az összes sablon, persze. Minden. Akkor nevet föl, meg ne igényezni. Uh-huh. De nem erről van szó, arról van szó, hogy a polgárságnak pont az lenne a lényege, hogy teljesítmény, teljesítmény és teljesítmény. Most abban mi a teljesítmény, hogy te tavaly befizetted az adódat? És ezt most visszakapod. Miért is? Azért, mert a magyar gazdaság ment egy ekkorát, és onnan visszajött egy ekkorát? Mert nem tartunk még ott se ráadásul. Tehát, hogy persze, nagyon szép a felszállói ág, csak már onnan estünk le. Nem vagyunk még ott. Tehát, hogy igazából nagyon kegyetlen lesz az a... Az a baj, jó lenne most ilyen optimista dolgokat mondani, majd tudjátok, hogy mondjatok valamit, de ha összerakod ezeket a politikai részét, a nyilvánosság részét, a gazdasági részét, és akkor belegondolsz, hogy milyen lesz a 2022, az egész ráadásul egy ilyen brutálisnak tűnő kampánnyal indítva, mert az lesz, az ugye valószínűleg semmi, egyikünk se kételkedik, hogy ez pusztító lesz ez a kampány. Hát... Én mondok optimista dolgokat. 2021-ben, miközben a világon mindenhol a nyomtatott sajtónak a visszazsugorodása vagy zsugorodása jellemző, mi nem csökkentünk, úgyhogy ez már egy eredmény. Igen. Ez olyan szép gondolat volt, hogy légy szíves főszerkesztő úr, akkor ezt a nem csökkenést, ezt támogasd meg azzal, hogy elmondod, hogy... Immár, és megjelent a jövő évi számunk, még idén. Immár hagyománya a Magyar Hangnál, hogy év emberét választanak az olvasóink. A szerkesztőség jelöl 5 embert, aki szerintünk abban az évben érdemes arra, hogy az év emberévé váljon a élet legkülönbözőbb területeiről.
És idejében a Magyar Hang olvasói mintegy 1500-an, meg annyian szavaztak, úgy döntöttek, hogy Gulyás Márton legyen az év embere. Ő nagyjából 42% körüli eredménnyel végzett az élen. Egyébként Ágyán professzor lett a második, aminek én egyébként külön örülök, mármint hogy ő szép eredményt ért el, 25% körüli eredményt. Elképesztő ez a munka, amit végzett egyébként ugye a földmutyi. Egyébként a már megint csak napirenden se lévő, teljesen elfelejtett földmutyi, tehát mégis a magyar földet eladták, tehát ezt soha ne felejtsük el, hogy eladták a magyar földet. Tehát ott kellett volna nagyjából megbukni a Fidesznek, hogyha ez az egész polgári világ, meg az a tömeg az mind komolyan gondolja azt, amiért akkor kiment. Na mindegy, szóval elképesztő a teljesítmény, több ezer oldalnyi anyag. Úgyhogy Gulyás Márton nyert, ez ugye azt jelenti, hogy mindig a győztes dönthet arra, hogy az általunk felajánlott szerény 100 000 forint hova kerüljön, milyen jótékonysági szervezethez, vagy karitatív célra menjen. A Davison közösségi térnek ajánlotta föl, ez egy leginkább lakótelepi, potenciálisan cselengő gyerekekkel foglalkozó egyesület, vagy közösség. Tavaly az SFV-nek a diákjai lettek így kollektíve az év emberei, akik az Igazgyöngy Alapítványnak ajánlották fel akkor a pénzt. Az egy nagy sikertörténet volt, mert ők is gyűjtésbe kezdtek, és ezért nagyságrendileg 500 000 forint került így az elritók nóráikhoz. Most is Maci is hozzátett, volt egy olvasónk, egy nagyon derék olvasónk, aki felajánlott még 25 000 forintot, tehát így végül is egy szemmel látható összeg kerül ehhez az egyesülethez. Ez egy mikro sztori, de szerintem szép, mi ennyit hozzá tudtunk tenni az év végéhez. Hát egyébként van egy fideszes interjúnk, ugye a győri polgármester Dézsi Csaba András azok közé tartozik, aki néha még megszólal, még a maga flegma és cinikus módján is, de megszólalt a lapnak, úgyhogy a vele készült interjút is ajánlom, illetve hát szokásosan ökológiai, ökopolitikai témák is szerepelnek alapban, ezúttal a Fichor Benedek itt is gyakran szereplő kollégáknak az összeállítását ajánlom, aki arról ír, hogy miként válik Magyarország akkumulátor nagyhatalom már, nem biztos, hogy ez nekünk és a környezetünknek annyira jó. Illetve hát hosszasan elemezzük mind cikkben, mind publicisztikákban az ellenzék helyzetét, a széthúzósdit, szükségszerűen kritikával, illetve az ő politikájukat. Szeretettel ajánljuk. Na és ki az a bátor ember, aki azt hittem közben, azért, ilyen sokat beszélek, az alatt kibontja valamit, de akkor én zsigerileg félek a Pezsgőtől, mert nem sok szemem van, úgyhogy én nem kockáztatnék. Akkor majd én a stáb felé fordítva. Lőjék ki valakit a szerkesztőségből így év végén. Ez elég gár jelent. Igen. És akkor a Brickbe is bekerülünk. Vannak pozitív és negatív élményeim is Pezsgőpontás témájában, úgyhogy 50-50 az arány ezért inkább. És ilyenkor szokott lenni, hogy nem akar kijönni, de ez ki fog. Nagyon civilizált módon. És azért fogunk 5 pohárból inni. Mert? És akkor ezt ők sem tudják egyébként. De ugye ez az újság azért ez egy csapatmunka eredménye. Nem, messze nem csak mi hárman, azt megköszönöm, csak mi hárman készítjük ezt az újságot, hanem nagyon sokan, közülük néhányan ismertebb szereplők, néhányan egyáltalán nem azok. Most így a két ünnep között, hogy ez egy ilyen kis csoportos foglalkozás, ami bent zajlik, de azért most is vannak itt kollégák, akiket most megkérek, hogy jöjjenek ide, Anikó és Marian, legyetek szívesek. Aztán ezt hívják kész helyzet elé állításnak. És foglaltok itt helyet. De téged amúgy is ismernek, amúgy is ismerek spontán módon, ami néző. Igen, Marian ugye ismerhetik a nézők a műsorban, Anikót az olvasóink ismerhetik. Így van. Ő tipikusan olyan munkatársunk, aki mint a szerkesztőség, olyan koordinátora és mindenese rengeteg olvasóval tartja a kapcsolatot. Egyszer meg fogom viszont számolni, hogy évente hány ezer levelet írsz. Viszont biztos, hogy arctól talán nem mindenki ismeri, aki nem jár felénk rendszeresen. Úgyhogy Anikó, Bolgár Flavi Anikó. Igen. Boldog új évet mindenkinek. Boldog új évet kívánunk mindenkinek. Boldog új évet, és szerintem azt annyit talán elárulhatunk, bár még mi is
elősen gyerekcipőben járunk ebben az ügyben, hogy, hogy a közönséggel való kapcsolattartás új formáit, lehetőségeit tervezzük megteremteni. Igen, úgyhogy hát ígyunk arra is, hogy az is összejöjjön, és akkor tudunk találkozni. Bolyék mindenkinek. Jó körülmények között. Bolyék. És hozzájárulunk a budapesti értelmiség alkoholfogyasztási statisztikájának. Igen. Hát ez a kötelez, ez értelmiségi kötelesség. Ez egy ilyen kedettes szerkezetté vált. Ennek örömére ígyanak ennek is a mi egészségünkre. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és hát köszi a beszélgetést, meg köszi a munkát, meg minden. Köszönjük.